videót még tavaly vettem fel, ez pedig a harmadik része, amiről egy icipicit megfeledkeztem. Szóval, ha tetszik nektek, akkor ne felejtsétek el egy komment vagy like formájában jelezni, és természetesen folytatom, amint lesz elég szállás megint, amiről tudok majd mesélni. Ez itt a harmadik része annak a videósorozatnak, ahol értékelem az összes Airbnb-t, ahol valaha megszálltunk. Hogyha tetszett nektek az előző kettő, akkor remélem, hogy ez is fog, és ezt majd ne felejtsétek el kifejezni egy lájkkal, vagy egy kommenttel. Illetve, hogyha lemaradtatok volna az előző kettőről, akkor azokat mindenképpen nézzétek meg. Lehet, hogy néha-néha ebben a videóban vissza is fogok utalni rájuk, illetve elhangoznak bennük olyan információk, amik nem közvetlenül a szálláshelyekkel, de általánosságban az Airbnb-vel kapcsolatosak és szerintem fontosak. Úgyhogy ne hagyjátok ki azokat sem. Tehát sziasztok! A mai harmadik és egyelőre utolsó, de aztán majd lehet, hogyha további szálláshelyeket is igénybe veszünk, akkor még folytatódni fog ez a sorozat. Szóval egyelőre utolsó és harmadik részében ennek a sorozatnak. Először egy ismerős vidékre fogunk ellátogatni, mert hogy újfent Londonban béreltünk szállást ezúttal, és ez ugye a harmadik alkalom, hogy ez megtörténik, viszont megint új társasággal, most Soma, Anna és Dórival voltunk négyesben, ez 2019 őszén volt, amikor is egy Harry Potter túrára mentünk, hogyha ez érdekel benneteket, akkor természetesen ide rakok majd minden olyan videót, ami kapcsolatos azzal, amit éppen mondok, de a Harry Potter túráról is készült külön videóm, vlogom. Ami érdekesség ebben a túrában, hogy nem csak a szálláshelyet, de a programot is, amit a városnézést, amit igénybe vettünk, azt is Airbnb-n keresztül foglaltuk, úgyhogy csak hogy tudjátok. Ezek a videók még mindig nem reklámok, mindent linkelek, de semmi nem affiliate, semmiből nincsen pénzem, úgyhogy nyugodtan kattintsatok rá akkor is, hogyha utáltok engem. Viszont a szálláshely, amiről most mesélni fogok, az szerintem a legrosszabb, ahol jártunk, így Airbnb-n keresztül, meg talán úgy amúgy is, nem, azért volt, hogy megszálltunk diákszálláson, meg kollégiumban, szóval volt ilyen életünkben, de hát ez nem kifejezetten volt a kedvencünk, ugyanis újfent egy olyan londoni lakásban szálltunk meg, ami egy családi háznak vagy lakásnak volt megfelelő, egy sorház volt, viszont minden szobája kiadó volt, tehát azt hiszem, hogy a mi szobánkon kívül még kettő szoba volt kiadható az épületben, és külön nagyon-nagyon vicces, hogy képzeljétek el, hogy a szobaszomszédeink is magyarok voltak, két magyar lány, úgyhogy a konyhában néha összefutottunk. Egyébként nem túl sok időt töltöttünk itt, mert 3-4 napig voltunk ezen a szálláson, 3 éjszakát, és hát szerintem minimális, de tényleg a legkevesebb időt itt töltöttük otthon, mert tényleg annyira szerettük volna kimaxolni ezt az egész utazást, meg hát annyira nem volt jó az a szállás, szóval minél kevesebbet szerettünk volna ott tölteni. Újfent jellemző ez a tipikus ilyen leszűnyegezett, lepadlószűnyegezett lakás, hogy így mindenhol padlószűnyeg van, pedig mivel ugye kiadják szállásnak, azért elég sokat mászkálnak ott az emberek cipőben, nekem ez valahogy soha nem ad tisztaságérzetet, de hogyha ez nem lett volna elég, akkor el volt törve a küszöbünk. Ez ilyen nagyon szőrszálhasogatásnak tűnik, de a küszöb nem úgy volt eltörve, hogy jaj, le van pattanva a küszöb, hanem úgy, hogy tényleg minden fa felület ilyen nagyon karcos, nagyon használt volt, és a küszöbünk az így konkrétan besodródott a szobába, amikor egyszer kinyitottuk az ajtót. A fürdőszoba sem volt túl jó állapotban. Én nem mondom, hogy kifejezett kosz volt a lakásban, vagy a házban, de hogy így nem érezted azt, hogy túlságosan nagy itt a tisztaság, holott ez szerintem nem is magánszemély adta ki, hanem egy cég foglalkozott ezzel, amitől nekem külön ilyen fura érzésem van, szóval ezt nem nagyon szerettük, ezt a szállást. Egyébként maga a környék az jó volt, aztán a környékünkön voltunk is bárokban, amik úgy szimpik voltak, meg így minden könnyen megközelíthető volt. Ez a szállás Bethnal Green környékén volt, vagy környéken volt, ami így Shoreditch-től nem volt olyan messze, de azért nem volt annyira ilyen nagyon menő és hip ez a környék, viszont teljesen biztonságosnak tűnt, meg kellemes volt, meg ilyen nagy park volt mellettünk, meg az egy ilyen ilyen zsákutcaszerűségnek tűnt, ahol mi laktunk, szóval körben végig látszott, hogy olyan családok laknak, ahol vannak gyerekek, meg ilyesmi, szóval teljesen okés volt, csak nem tudom, nem így nagyon benne a nyüzsiben, hogy úgy mondjam, de egyébként
bőven könnyen megközelíthető volt minden tömegközlekedésre, úgyhogy erre nem lehetett panaszunk. Akkor a következő hely, ahova mentünk, az szintén egy olyan, ahol már voltunk, és ez pedig nem más, mint New York, viszont most azért egy kicsivel központibb helyen szerettünk volna szállást nézni, mint ahol legutóbb Annával jártunk, hiszen most Csomával kettesben mentünk, és hosszabb időre. Egy szobát 11 000 forintért béreltünk, ami egyébként egyáltalán nem magas ár, mert 11 000 forint, ez szerintem ilyen teljesen korrekt. De ugye egyetlen szobát béreltünk ennyi pénzért. Az volt a nagy szerencsénk itt, hogy pont akkor, amikor mi odautaztunk, akkor a szállásodónk úgy döntött, hogy elutazik a családjához. Úgyhogy szerintem kb. Egy vagy két napon találkoztunk maximum a 10-ből, és utána ott hagyott minket, és miénk lett az egész lakás. Nem, mintha egyébként sokkal több helyet használtunk volna ki így, de legalább nem kellett osztozni a konyhán, meg a fürdőszobán, szóval tök jó volt. Itt volt egy nagy, puha, kényelmes, magas francia ágyunk. Ott azért, mivel jó drága az a város is, azért volt, hogy inkább vettünk magunknak valami kaját, és akkor otthon megfőzőcskéztünk, vagy ilyesmi. De egyébként, ha már kajánál tartunk, New Yorkban megpróbáltuk kipróbálni az összes gyors éttermet, úgyhogy erről is készült két videó, hogyha esetleg érdekel benneteket. Szóval a szállásról kb. Ennyi. Maga a környék az Lenox Hill volt, ami az Upper East Side alatt található, és nagyon kellemes környék volt. Az utca, ahol laktunk, az hát néha egy kicsit tele volt hányva, meg kicsit büdös volt. De szerintem ez csak ilyen nagyvárosi gyermekbetegség, hogy úgy mondjam. Úgyhogy egyébként teljesen jó környezetnek tűnt a lakóközösség, meg az utca is, ahol laktunk. Teljesen rendezettnek mondható volt, elég sok volt a felújítás, de hát ez is ilyen nagyváros, meg New York dolog. Azt hiszem több mindent nagyon nem is tudok elmondani. Ja, egyszer rendeltünk kaját Uber Eats-en keresztül, és akkor fel kellett csöngetni a futárnak, és akkor nem tudom, az olyan vicces élmény volt, mert nyilván amíg gyerek voltam, addig valahogy a kajarendelés, én úgy éreztem, hogy nem olyan nagy divat itt Magyarországon. Úgy pizzát azt lehetett rendelni. De hogy így szerintem azt sem rendeltünk soha. Mondjuk lehet, hogy csak azért, mert Érden laktunk, tök mindegy. De amikor ott rendeltem New Yorkban kaját, akkor éreztem azt, hogy olyan, mintha mondjuk a jó barátokban lennék, vagy valami ilyesmi, mert hogy számomra a kajarendelés az így nagyon New Yorkhoz köthető dolog volt az életem során nagyon sokáig. Na mindegy. A következő két szállás az szintén szorosan összekapcsolódik, mert hogy tavaly mentünk Barcelonába, bepótoltuk a tavaly előtti kimaradt utazást, végül nem látogattunk meg mindent a Dalinian Triangle-ből, vagyis a Dali-féle háromszögből, de ellátogattunk de ellátogattunk Figueresbe, a Dali Múzeumba, ahova ugye Barcelonából jutottunk el egy ilyen egynapos túra keretein belül, azt is magunknak szerveztük, nem volt túl nagy szám, mindegy. Barcelonában egyértelműen olyan szállást vettünk ki, amilyen fiataloknak kiadott lakás gyakorlatilag, cégek által, vagy hogy mondjam. Szóval az az épület, ahol kivettük ezt a lakást Airbnb-n keresztül, az szerintem egy az egyben ehhez a céghez tartozott, vagy legalábbis biztos, hogy több lakás. Itt viszont azért nem nagyon variáltunk ezzel, mármint, hogy így az elveimet azért adtam fel itt, mert itt is voltunk 6-an? És Barcelonában valahogy akkor nehéz volt olyan szállást találni, ami úgy elérhető áru, és jó helyen van, és tetszik, és 6 ember elfér benne. Itt úgy voltunk, hogy Soma meg én mentünk ki Barcelonába, és ott találkoztunk Linával, Lina barátjával, Emilióval, illetve két barátjukkal még, akikkel Lina együtt volt Erasmuson. Szóval mi nem nagyon ismertük őket, és hát egyáltalán nem ismertük őket, és ők egymás között egyébként spanyolul beszéltek addig, és amikor odaértünk, akkor angolra kellett váltaniuk, mert nem nagyon beszélünk spanyolul, vagy hát nem beszélünk spanyolul, és ez tök vicces volt, nem tudom, ilyen újszerű helyzet volt nekem, hogy is sok idegennel lakunk együtt, és nagyon élveztem egyébként, nagyon-nagyon tetszett ez a barcelonai út. Ez mindössze 3 nap volt egyébként, amiből ugye egyet mi külön töltöttünk a Dali Múzeumban, utána fedeztük fel együtt így valamelyest Barcelonát, és maga a szállás az úgy nézett ki, hogy konkrétan a Sagrada Familiától egy percnyi gyalogtávolságra volt, a tetőteraszunkról egészen konkrétan látszott a Sagrada Familia,
és nagyon aranyosan meg volt oldva, bár ezt nem sikerült teljesen lefotóznunk, mert nem találtuk meg valahogy azt a szöget, lehet, hogy máshogy volt berendezve a terasz, mint amikor lefotózták, de úgy volt megcsinálva a tetőterasznak a fala, hogy a mögötte lévő Sagrada Familiának így a meghosszabbítása így rá volt festve a falra. Úgyhogy ez nagyon aranyos volt. Szerintem ott egészen kihasználtuk a teraszt, mert ott iszogattunk egy nap, meg kártyáztunk, és azon kívül pedig volt 3 szobánk. Amint a tetőterasz egyébként olyan volt, amit bárki használhat, aki abban az épületben vesz ki lakást. És akkor a lakás pedig úgy nézett ki, hogy a 3 különböző szoba az tök praktikus volt, a mi szobánk egyébként szinte 2 szobának is megfelelő volt, mert volt benne egy ilyen nagyobb üres tér, ahol volt még egy kanapé, szóval ott elfért volna még egy vagy 2 ember, de volt egy nagy közösségi terünk is kanapéval, volt konyha, volt étkező, és voltak felettünk nagyon hangos másik turisták, szóval itt értem, hogy miért zavarja az embereket az, amikor fiatalok elmennek bulizni egy másik városba, és Airbnb-ben élik ki magukat, szóval az tényleg egy kicsit bosszantó volt, de hát végső soron mi is inkább szórakozni mentünk, mint pihenni ide, úgyhogy túltettük magunkat a helyzeten. Egyébként ez érdekes volt, hogy a lakásba úgy is meg lehetett érkezni, hogy vagy lépcsőztél, és bejöttél az ajtón, vagy lifteztél, és akkor konkrétan csak akkor tudtál megállni azon a szinten, ahol laktál, hogyha a kártyádat, az elektromos kártyádat használtad, és akkor a lift az ugye a lakásban nyílt ki, és oda érkeztél egyből. Ami nekem egy kicsit mindig fura, nem tudom, hogy miért nem bízom az ilyen elektronikus dolgokban, de nekem az olyan fura, hogy egy liftből rögtön valakinek a lakásába tudsz belépni, mert és hogyha elcsesződik az a lift, és valami random ember megáll a lakásodban, szóval az annyira furcsa. Na mindegy, de egyébként praktikus volt, és tetszett, és alapvetően így tök elégedettek voltunk ezzel. És hát gondolom, mondanom sem kell, hogy a Sagrada Familia az nagyon jó helyen volt, úgyhogy mi is nagyon jó helyen voltunk. És akkor ezzel összekapcsolódik a következő szállás, ahova közvetlenül Barcelonából mentünk át. Ide már nem jött velünk Linának 2 barátja, hanem csak a barátja Emilio, mármint a pasi barátja, vagy hogy mondják ezt, vagy a párja Emilio, illetve ugye Somával mi ketten, és csatlakozott hozzánk egy kicsivel később Vidor és egy barátja Klári, Vidor a menedzserem egyébként, és egyben a barátunk, úgyhogy így voltunk ott 6-an. Majorkán a Sóller nevű városban szálltunk meg, ami egy elképesztően szép, aranyos és hangulatos kikötőváros. Itt elég drága volt a szállás, ha jól emlékszem, mert Lináékkal beszéltük is, hogy úristen, Barcelona mennyivel olcsóbb volt ehhez képest, de hát ugye ott kevesebb ideig is szálltunk meg. Itt olyan 11.500 forint körülre jön ki egy éjszaka per fő. Nagyon-nagyon aranyos volt ez a város. Egyébként van benne egy ilyen nosztalgia villamos, ami végigmegy Majorkának egy nagy részén, és azt hiszem Sóllerből a fővárosba érkezik meg, de azt nem próbáltuk ki, mert nagyon indokolatlan időpontokba ment, és azt olvastuk, hogy igazából annyira nem is nagy szám, kipróbáltunk mindenféle tengerpartot, és kocsival csillagtúráztunk így ebből a pontból, de magával a szálláson is nagyon elégedettek voltunk, így a környéke csodálatos volt, tényleg nagyon hangulatos kikötőváros, konkrétan az ablakunkkal szemben, vagy az ablakunk alatt volt egy étterem, szóval az ablakunkkal szemben nagyon gyakran volt élőzene, nagyon gyakran jó, kicsit kevésbé gyakran, meg nagyon rossz, de nem nagyon érdekelt minket a dolog, szóljon valami háttérzaj, viszonylag jól szigeteltük az ablakok, amikor bezártuk őket, nagyon-nagyon hangulatos volt maga a lakás is, szóval szerintem szép volt a berendezés, meg ízléses, meg igényes. Nagyon jó volt a közösségi tere is, volt egy rendes nappali kanapéval, meg tévével is talán. Nagyon jó volt a konyha, sütöttünk, főztünk együtt, volt étkezőasztal, szóval nagyon király volt, és volt egy külön tároló rész a fürdőszoba mellett, ahol meg tele volt napernyővel, meg matracokkal, meg gyékénnyel, amire ki lehet feküdni a strandon, meg strandörölközővel, úgyhogy azokat is simán lehetett használni, ezt külön elmondták nekünk. Illetve, amit egyébként külön ki akartam emelni, mert nem minden szállásnál jellemző, de mindig megmelengeti a szívemet, amikor van ilyen, fogadtak minket egy ilyen kis kosárkával, amiben különböző spanyol
ételek voltak, aztán volt spanyol kolbász, meg talán bor, vagy valami habzóbor, meg talán valami zöldség, vagy gyümölcs, meg valami keks. Azt hiszem ennyi. Természetesen mi is vittünk ajándékot egyébként. És akkor az utolsó helyszín, amiről ebben a videóban, és egyelőre, amiről ebben a sorozatban mesélni fogok nektek, az Polignano a Mare, ahol idén voltunk, és erről is láthatotok vlogot, igen, a csatornán hirtelen egy kicsit elgondolkodtam. Itt is egy elképesztően szép tetőteraszunk volt, mármint maga a tetőterasz egyébként eléggé átlagos volt, még egy nagy vizes ballon egy picit el is csúfította, de hát egyébként a legkevésbé sem érdekelt, mert maga a kilátás, olyan vattacukros naplementéket láttunk onnan, hogy festeni nem lehetne szebbet, és ami külön tetszett benne, az az, hogy napközben is ki lehetett oda ülni, mert tök jól járt a levegő, és volt egy ilyen nap ellenzőszerűség kifeszítve egy ilyen vászon fölé, szóval nem tűzött ránk folyamatosan a nap, de ki tudtuk oda teregetni a cuccainkat, meg ki tudtunk feküdni vagy ülni, és egy kicsit ott pihengetni, amikor nagyon melegünk volt. Ez az idei olaszországi nyaralás Somával, ez tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon chill volt, nagyon pihenni szerettünk volna. Sok minden történik velünk, meg sok minden történt velünk, és csak így kicsit kellett a feltöltődés. Pedig utólag rájöttem, hogy engem egyébként jobban felszokott tölteni az, amikor ilyen kultúrprogramokat csinálunk, és megyünk egy városban, mert bár a testem olyankor elfárad, valahogy szellemileg nekem mégis az a felüdülés. Na mindegy, most ez a Polignano így sikerült, erről is megnézhetitek a vlogot, hogyha érdekel benneteket, hogy merre jártunk így a környéken. Maga a szállás az nagyon aranyos volt, külön bejáratunk volt, és hát nem is a magas földszinten kezdődött, nem nagyon tudom, hogy az hogy volt összerakva, de az a lényeg, hogy egy ilyen magas lépcsőn be kellett lépnünk a házon belülre, és rögtön egy lépcsőn felmenni az első emeletre. És gyakorlatilag ott kezdődött a lakás. Közvetlenül szemben volt a hálószobánk, jobbra a fürdőszoba, WC, utána egy étkező rész, illetve tévé és kanapé. Egy icipici konyha volt egy következő szobában, illetve ami már egy ilyen lépcső volt konkrétan, vagy egy ilyen folyosó, és az a lépcső vezetett fel erre a tetőteraszra, amit meséltem. Szóval, ja igen, és még ott a lépcső fordulóban volt egy mosókonyha és WC jellegű történet is, úgyhogy két WC is volt, nagyon kényelmesen el voltunk, de ez akár egy kisebb családnak is kényelmes lett volna, vagy még plusz egy emberrel. Szóval nagyon tetszett nekünk, és Polignano egyébként így korona idején, hát, szóval nem mondom, hogy nincsenek turisták, biztos, hogy nincsenek annyian, mint amúgy, de azért vannak turisták, csak inkább belföldi turisták, tehát olaszok, akik belföldön utazgatnak, esetleg ott van nyaralójuk, vagy csak szeretik ezt a kisvárost, de egyébként maga a város nagyon hangulatos volt, és nagyon-nagyon jó helyen volt a, hát úgy mondom, hogy nagyon jó helyen volt a szállásunk, hogy egyébként maga a város nem olyan nagyon nagy, és az a része, ahol meg szállások vannak, az végképp egyelőre eléggé szűk területen található, de amikor kisétáltunk egy távolabbi kikötőbe, akkor láttuk, hogy már épülnek az új generációs hotelek és szálláshelyek, úgyhogy az is bővül folyamatosan, de a miénk az tényleg nagyon-nagyon jó helyen volt, egy ilyen, egy kicsit csendesebb utcában, de egy ilyen főtérhez nagyon közel. Úgyhogy szerintem az igazából a tökéletes helyszín, mert amikor aludni szeretnél, akkor nincsen zaj, amikor bulizni szeretnél, akkor három lépést teszel, és már ott vagy mindenhol, vagy az éttermekben, úgyhogy nagyon tetszett nekünk. Szóval idén még egyébként utazunk, vagyis hát mire ez a videó kimegy, addigra ez múlt időben lesz, és utaztunk, de kivételesen megint nem Airbnb-n keresztül foglaltunk szállást, mert hogy Koppenhágába mentünk, és Koppenhágában azért igen drága a szállás, ez abba a kategóriába tartozik, ahova relatíve, sőt, kifejezetten olcsó kiutazni, és utána drága ott lenni, úgyhogy egy ilyen közösségi kapszulahotel jellegű helyen szállunk meg. Szóval, hogyha majd arról is lesz tapasztalatom, akkor egészen biztosan mesélek nektek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, illetve tetszett az előző kettő is, hogyha így volt, akkor ne felejtsétek el jelezni egy lájkkal vagy kommenttel, és elmegy teljesen a hangom, úgyhogy legközelebb találkozunk. Sziasztok!